A hegyvidéken élők egy nyáron indult tesztüzem során szavazhattak arról, milyen legyen az új ledes közvilágítás a kerületben. A szakmai érvekkel megegyezően a szavazók többsége az úgynevezett meleg-fehér színhőmérsékletű 3000 kelvines lámpákra voksolt. A hagyományos lámpatesteket többek között a Stromfeldau rélúton, az Apor Vilmos téren és a Csőz utcában cserélték le korszerű, környezetbarát ledes lámpákra. A LED technika áthatja mindennapjainkat. Ez környezetvédelmi szempontból azért jelentős, mert nem is olyan messzi 2020 az a dátum, amikor a minden Európai Uniós országnak közel 20%-kal csökkentenie kell a széndioxid kibocsátását. A lámpacsere előtti közvéleménykutatás része volt az is, milyen megvilágítást kapjanak a gyalogátkelő helyek. Természetesen a zebrákra külön hangsúlyt fektettünk, a zebrákat egyébként külön teszteltük ebbe a úgynevezett bevezető vagy első fázisba, és ennek az lett a vége, hogy a zebrák jobb és erősebb világítást kaptak, tehát biztonságosabbá váltak a hegyvidéki gyalogosok számára. A ledes lámpák fontos tulajdonsága, hogy fényük koncentráltabban irányítható a megvilágítandó felületre, mint a hagyományos nátriumlámpáké. Éppen ezért jobbak a fényszennyezettségi adataik is. A lámpák korszerűsítését a fővárosi önkormányzat finanszírozza Európai Uniós forrásokból. József Pilszucki emléktáblája előtt tartott megemlékezést a 12. kerületi lengyel nemzetiségi önkormányzat az Apor Vilmos téren. A lengyelek november 11-én ünneplik nemzeti függetlenségük évfordulóját. 1918-ban, 123 év után, amikor Lengyelországot feloszlatták, és amikor újra visszakerültünk mi az Európa és a világ térképére, akkor Pilszucki volt az az ember, és mai napig is az a név, akivel inkább összekötjük a szabadságot, a függetlenségünket és az ő nevét. A nagykövet megemlékezett a lengyel-magyar kapcsolatokról is. Felidézte, hogy a magyarok József Pilszucki mellett harcoltak a lengyel függetlenségért. 1920-ban pedig a magyar lőszerészek segítségével sikerült legyőzniük a szovjet hadsereget. Az emlékmű koszorúzása után dr. Váci János alpolgármester fogadta a nagykövetet a polgármesteri hivatalban. A 12. kerületi lengyel nemzetiségi önkormányzat tavaly jött létre. Akkor szintén a függetlenség napjának alkalmából gyűltek össze első alkalommal. Azóta rengeteg programot szerveztünk, amik közül kiemelnék főleg egyet tavasszal, ami Eszterházy János születésének a napja. A Gesztenyéskertben koszorúztuk Eszterházy János szobrát. Nem a halálát, hanem az életét, a születésnapját ünnepeljük március 14-én. A lengyel nemzetiségi önkormányzat decemberre is készül egy rendezvénnyel, akkor lengyel karácsonyi dalokat tanulhatnak meg a résztvevők. 10 esküvőre 6 vállóper jut Magyarországon. Az elmúlt években ugyan csökkent a vállások száma a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint, de még mindig sokan lépnek ki házasságukból a legkülönbözőbb okok miatt. Az Egészségesen a hegyvidéken legújabb prevenciós programja a párkapcsolatban élők számára igyekszik hasznos tanácsokat és tudnivalókat adni. Úgy gondoljuk, hogy az egyik legfontosabb mentálhigiénés terület a család. Ha erős a család, erős a társadalom, éppen ezért szeretnénk megvizsgálni azt, hogy hogyan tudunk boldog családéletet élni. A hegyvidéki önkormányzat a rákbetegek országos szervezetével közösen rendezi meg az előadásokat. Ezek témái lesznek egyebek mellett a kommunikáció a párkapcsolatban, a hűség kérdése és egymás családjának elfogadása. Az előadások után interaktív módon közös beszélgetésre is lehetősége nyílik a résztvevőknek. Hadd mondjam el, hogy a tartós párkapcsolatnak egyébként egészségügyi vonzata is van. Azt mondják, hogy azok a férfiak, akik mellett egy szerető feleség van, sokkal hamarabb és gyorsabban gyógyulnak meg betegségekből, legyen a szív probléma, vagy más hasonló probléma, mint azok, akik egyedül küzdik meg ezt a harcot. A Gyűrűk úra előadásain bárki ingyenesen vehet részt a Böszörményi út 20/B irodaépületben minden kedden délután 4 órától. A következő összejövetelt november 17-én rendezik meg.